Hát akkor azonnal indulunk. Megpróbálom négy kába felvenni. Ez hülye. Atyám, mi van itt? Ezt egy kicsit elrontottam. Ezt is, de nagyon. Na, lesz boom, vagy nem lesz boom, döntsék már el. Ha nem lesz boom, én fogom kiütni őket, de mind a hármat.
Ez itt ki fog esni, annyit cikázik. Mondjuk lehet egy kocsalmal meg tudnám oldani, hogy ennyit dékúzzák a gyereket. Nem hiszem, hogy sok hiányzik még a 17-ből. Na hát az következett be, amire legkevésbé számítottam, hülye gyerek rám húzta. Csak sajnos félre húz az autó.
És most nézem a táblázatot. Ráadásul a hülye gyerek nem is volt egy körön belül velem, tehát lekörözött volt. Úgyhogy ez nem ruki volt, ez egy idióta volt. Viszont nagyon komolyan sérült a felfüggesztésem. Ez felesleges váltás volt. Azt hiszem 4-esben vagyok. Hát a balkanyúrokkal nincsen probléma, oda simán behúz az autó. Inkább az egyenesekben van problémám. Mert az van biztos, ha lejár a 3 hónap, szerintem visszakunyarálom a tudatpontomat. Kicsit instabil.
Na, még egy kör. Hát igen. Kicsit elvesztettem az uralmat. Atya úr! Hát ez síralmas volt. Na, hát akkor egyenlőre ennyi. Azért nem távozunk ilyen hol, hanem megnézzük, hogy hol jöttek nekem. Nagyjából innen kezdődik. Na, itt hibázok a gyerek. Kijön. Hát igen. Bentről nem úgy nézett ki, hogy most ő. Ajjaj. Lássuk csak. Nem kijön. Azt hittem, hogy ott marad és visszahúz. Brutál semmit művelt. Hát mondjuk azt, hogy versenybaleset, de nagyon-nagyon össze-vissza megy a gyerekkel. Mondjuk az is lehet, hogy sérült már az autó, mert furcsa mozog. Na, hát akkor ennyi volt. Köszönöm szépen a figyelmet. Ne felejtsetek el feliratkozni, és dobni egy lájkot, ha tetszett ez a futam. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!